mindenki megértette azt, hogy ez egy kivételes, egyszeri lehetőség, egy olyan időszak, ami ritkán fordul elő a magyar gazdaság, de akár az ország életében is, amikor egy kicsit lehet távolabbra pillantani, amikor egy kicsit feljebb lehet emelni a fejünket, és lehet olyan terveket szőni, amelyek az ország felemelkedéséhez vezethetnek. Azt gondolom, hogy ez a 6 éves megállapodás ennek a kereteit tudta megteremteni. Ez egy sokkal hatékonyabb Magyarország víziójára épített bérmegállapodás, és ezt a hatékonyabb Magyarországot együtt kell mindannyiunknak, akik ezt aláírtuk, és akikkel dolgozunk megvalósítani. Egy olyan szociális partneri együttműködésnek ad alapot ez a megállapodás, ami tényleg megerősítheti Magyarországot, és azon országok közrébe emelheti, amelyek képesek voltak komoly, nehéz időkben összefogni, és egy olyan megállapodást kötni, ami kiinduló pontja lehet a kibontakozásnak, a gazdaság további fejlődésének. Én azt szeretném, hogyha minden magyar ember tudná, hogy ezért a lehetőségért, ezért a béremelési lehetőségért az elmúlt években millió és millió magyar ember dolgozott meg. Munkavállalók és munkaadók egyaránt. Emögött teljesítmény van. Ez nem egy hozomra, nem egy látomásra épülő megállapodás, hanem a mögöttünk hagyott években elvégzett kemény munkára épülő megállapodás. Azt mondhatjuk, hogy nem csak van munkahelyünk, hanem megéri dolgozni. Ezek a számok, ezek az összefüggések, ez az adócsökkentés, ez a béremelés e felé a világ felé visz bennünket, hogy egy magyar ember azt mondhassa, dolgozom, van munkahelyem és megéri dolgozni.